és az utolsó pillanatban értem meg a teremtésnek a célját, és egy önsebzővé válik. Tehát itt is a saját tejútrendszerünk felülnézeti képes spirálgalaxisként, és természetesen a kis év körön belül a mindenkori évről-évről esedékes nyári napforduló. Tehát mi a tejútrendszerünk működésének ezt a fokozatát, ezt az önsebző és áldozatrémén tovább működő fokozatát, ezt a fény maximum idején érjük meg. Ugyanakkor pedig egyel vagy kettővel, mert itt azért kettőben kell majdnem számolni, magasabb egységben, ez maga a tejútközpont. És az ember még azt is úgy megkockáztatja, hogy a nyilas irányából állandóan áramló teremtő erők, ahogy éppen a nyilas csillagkép fölött, már álló csillagok képében is megjelennek. Hát ez a kiterjesztett szárnyú, ugyanakkor rögtön módon megidéző sas, ez tényleg a tejútnak a madarak útja elnevezésében működésrendjét is leírja. És itt már csillagképeket is lehetne egyébként azonosítani. Tehát elképesztő. És hát a színvilág itt nem is annyira, mert ez már egy kicsit talán olyan, de ha ott megnézzük a napforduló a Bach kazettájánál, ott a levélnek a szín, itt a szín is, tehát amikor Csontváry az, ezért lesz nehéz restaurálni, mert ezek ténylegesen régen amúgy sem boltba mentek egy kis tempera helyi vagy valami festékért, de aki így dolgozott, az nem akármilyen színekkel. Mit kell tudnod, hogy restaurálni nem restaurálnak eredeti színeket vissza? Tehát a kontúrokat. Csak a kontúrokat, és egy egységes, mesélte a restaurátor, hogy az a cél, hogy egy egységes jellege legyen az egész mennyezetnek. Tehát jobb is. Színnel itt, de egyszer nem tudom mit. Templomban nem mehetem, nézzemek tartva az Isten tisztelet, prédikála a tiszteletes asszony. Működő evangélikus templom, németül prédikál. És mivel ismerem a társaság türelmetlenségét, még azt sem mondanám, hogy üljünk el nyugodtan, mert úgysem maradnának nyugodtan, ezért óvintézkedését is lehet, hogy kint szépen megyek. Nem menjünk be. Szóval előre jött még egy kicsit. Hihetetlen. A világ ezért vagyunk túl. Mindent
tudtam a tisztelenítővel, úgyhogy én készültem. Az embert azt különböztetni meg a majomtól, szertámadhatnak. Ennek a hajdani magyar templomnak, hisz mondtam, az apaki a birtok központjában jut, az északi falára egy képes bibliát varázsolta az akkori festő. Valószínűleg egy műhely alkotta, a mester vagy mesterek neve ismeretlen. Öt sorban a világ teremtésétől kezdve Jézus élettörténetén keresztül Mária élettörténetét is beleszőve, tehát Jézushoz kapcsolódóan, fölfestettek egy csodálatos képes könyvet. Még beleiktatva egy különleges Szent Háromság ábrázolást, ott látjuk abban a koncentrikus körökben az Atyát, a Fiút és a valószínűleg ott lévő Szent Lelket. Egy teljesen egyedi ábrázolás. Az öt sorban, 1350 körül, a világ teremtésétől, ezt most így nem tudjuk követni, mert egyrészt így nem is lehetők, és ezek soha nem voltak restaurálva, csak lemeszelés után megtisztítva a 19. században, 20. században.
A jelenetek így következnek, nem felsorolásképpen mondom, 52 jelenet van ott. Onnan indul világteremtése, állatok teremtése, azon az ember, Ádám és Éva, tehát ember és Éva. A ravatalon Mária elszentelülése jelenet, ahogy Jézus, a már mennybe felment fia, gyermek formájában tartja Mária lelkét, az apostolok pedig itt vannak, akik már a világ minden részén prédikáltak, és egy csodálatos jelenet, mindannyian Mária halálos ágyához jöttek vissza. Ezt örökítettem én itt a festőt. Egy másik jelenetet mondom, hogy Jézus feltámad, először Mária Magdolnának jelent meg. Mária Magdolna kertben dolgozott, akkor mögötte egy alak, egy férfi. Első pillanatban azt mondta, hogy talán a kertész van mögötte, megfordult, nem is ismerte föl. Talán a kertész? Itt van Jézus, kezében egy ásó, jelképezve ezt a gondolatot, képírásszerűen kifejezve, ezt a bibliai ítéletet. Talán a kertész. Tehát Jézus kertészként, vagy Mária Magdolnának a kertészként vért Jézus. Egy sorral követte, sor helyen láttuk, vezetik a pribéket Jézus. Három kihallgatás jelenet van. Jézus Pilátus előtt, Jézus Annás, Jézus Kajafás előtt. Tehát annyira részletesen festette meg a festő, hogy megfestette mind a három kihallgatás jelenetet. Már itt van a keresztmitel jelenete. Csodálatos pedig, mondom, a Szent Háromság. Bármennyire is fájdalmasos, menjünk is a szertébe, hogy már a jelen Jézusra, a szegélyről, Mária Péter és Pál, két